Kézben hozva, a hordágyon gurulva érkeztek az adományok a pécsi Covid központ számára kedd délután. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara indította a gyűjtést a helyi vállalkozók között, hogy segíteni tudják a frontvonalban dolgozókat. Csináljuk a munkát. Köszönjük. Végül az intenzív osztály előtt adták át az adományt. 3,2 millió forint értékű adományt sikerült a vállalkozók révén összegyűjtenünk. Ebből nagyságrendileg 2,5 millió forint az utalvány. A nehéz helyzetbe került éttermektől és cukrászdáktól vásároltak vállalkozók utalványokat, amelyeket a nővérek, ápolók, diagnosztika, röntgenes kollégák fognak tudni felhasználni következő év június 30-ig. És a fennmaradó összeg 5-600-700 ezer forint pedig tárgyi eszköz, törölköző, pamutfehérzokni, testápoló. De van közte kézkrém, kávé, üdítő, tea, sorolja a helyi iparkamara főtitkára. A gyűjtés ötletgazdája egy orvos volt, aki múlt hét vasárnap hívta a Rabszabolcsot, látva az egészségügyi dolgozók helyzetét. Frusztrált érzésük van nekik ezzel szemben, hogy egy ilyen helyzetbe kerülnek, és a maximális energiájukat össze kell szedni, és éppen egy ilyen, hogy miért vasárnap délután derült ez ki. Azt hiszem, én valahogy péntek, a csütörtök tájékán beszélgettem egy másik klinikán egy műtősnőkkel, akiket szintén kirendeltek, és akkor jutott eszembe, hogy valamivel motiválni kellene őket. Így indult a személyi szolgáltatásokra jogosító utalványok vásárlása, a termékadományok gyűjtése. Köszönet illeti a frontvonalban dolgozókat, így vette át az osztályvezető az adományt. Nem csak az orvosokat, hanem soha nem szabad megfeledkezni a szakszemélyzetről, az egészségügyi szakszemélyzetről, sőt, a takarítókról, a műszaki személyzetről, akik szintén nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, és akik nélkül a munkánkat gyakorlatilag nem is tudnánk elvégezni, és ezúttal is megakadom az alkalmat, hogy megköszönjem nekik a helytállásukat. A klinikai központ tájékoztatása szerint csak gyári csomagolású élelmiszerek jutnak be a Covid központba, erre kérik figyeljenek a felajánlók. Tavasszal az első hullámban 20 millió forint adomány érkezett hozzájuk.